Na szóval sziasztok srácok, én Hunter vagyok, és elérkeztünk a legújabb Brawl Stars-os videómhoz, és a mai videóban ismételten hoztam nektek egy bugos, glitches videót, kinek hogy tetszik. Ugye az előző videómban bemutattam már jó néhány bugot, jó néhány ilyen vicces hibát, amik szerintem tök szórakoztatóak, és nagyon-nagyon tetszett ez a videó nektek, ha viszont esetleg te még nem láttad, akkor érdemes mindenképpen az i-betűre kattintva csekkolni még ezelőtt a videó előtt. Viszont a mai videóban elhoztam nektek megint csak jó néhány glitchet, mert sokan írtátok, hogy érdemes lenne egy második részt csinálni ebből. Úgyhogy összeszedtem nektek még több nagyon érdekes, nagyon vicces és nagyon jól kinéző bugot a játékban, ami jelen pillanatban is benne találhatók, szóval érdemes őket kipróbálni, hogyha szeretnétek. És az az érdekes egyébként, hogy szerintem ezek a bugok, ezek a glitchek, amik a mai videóban lesznek, még talán durvábbak és érdekesebbek is néhányszor, mint a múltkori videóban, az előző videóban, úgyhogy mindenféleképpen érdemes lesz velem tartani, hogy a játék talán legkirályabb, legmenőbb, legjobb glitcheit és bugjait megláthassátok. Az első bug az igazából egy teljesen játéktól, mapmakertől és hasonló dolgoktól független bug lenne, ami igazából csak Sandyvel kapcsolatos, tehát igazából bárki meg tudja csinálni, hogyha nincs meg Sandy, akkor is ki tudod próbálni ugye Sandyvel a tréning képben, ugyanis teljesen egyszerűen annyi a lényeg, hogy Star Power Gadget minden nélkül is be tudunk lépni Sandyvel a tréning képbe, ugye ha még nincs is meg a karakter, akkor is ezt meg tudjuk tenni, és fogjuk magunkat, szépen belépünk ide, és itt annyi a dolgunk, hogy belesebzünk itt az ellenfelekbe, a robotokba annyit, hogy feltöltődjön az ultink, szépen ideállunk, fogjuk magunkat, eldobjuk az ultit valahogy így, de igazából szerintem teljesen mindegy, hogy hogyan, és így állunk benne egy picit, aztán menjünk az Edit Controls-t, ahol is be lehet állítani bizonyos beállításokat. Itt várunk egy picit, addig, amíg el nem tűnik az ulti a Sandynek, és most fogjuk magunkat, a mentésre nyomunk, és ezt nézzétek, srácok! Konkrétan láthatatlan Sandy, láthatatlan a karakterünk. Mennyire királyul néz már ez ki. Ugye most már látható, tehát egy pár másodperc elteltével láthatóvá válik, és ugye ez nyilván rendes játékban nem tud ilyen történni, tehát ilyet nem tudsz csinálni. Ez csak igazából egy ilyen tök fán dolog a tréning képbe, hogy a másodpercekre, hát egy ilyen 5-10 másodpercre láthatatlanná lehet változtatni Sandyt, ami szerintem tök király és tök vicces, viszont ezt csak ilyen bemelegítésnek szántam, bárki ki tudja próbálni esetlegesen, viszont akkor most nézzük a legfőképpen megint csak Mapmakerben levő bugokat. Az első igazából egy ilyen elprimós bug lenne, feltöltöm az ultimat, itt a tesóm Hubkon segítkezik egyébként egy Jackivel, feltöltöm rajta az ultimat, és ő most már teszi is a dolgát, majd később rájöttök, hogy mi is pontosan a dolga. És elkezd jönni itt a zöld kör, viszont nekünk annyi a dolgunk, hogy szépen ide jöjjünk, majd mindjárt látjátok, hogy hova. Na, szépen ide jöttünk erre a kiálló részre, és egy pici időt várunk, amíg a tesóm megteszi a pálya másik felén a dolgát. 3, 2, 1, és mekkorát ugrik, és leesik, és BOOM! Mennyi fal kirobbant, srácok, láttátok? Láttátok ezt? Mennyire királyul nézett már ki? Jön a kör, szóval azért nyilvánvalóan ez időbe bele kellett férnünk, úgyhogy azért nem tudtuk az egészet megcsinálni. Csontok vannak egy sorban, aztán egy fal mellette egy másik sorban, és ezt úgy kell megcsinálni igazából, hogy fölül legyen egy kis átjáró, ahol ugye a Jackie tud menni rombolni a csontokat, az El Primo pedig tud menni a másik oldalra, ahonnan majd átugrik. Na most amire én ezt kigyakorlatoztam, hogy pontosan mennyi blokk az, amit a legtöbbet átugrál és a legmenőbben fog kinézni az El Primo, illetve pontosan amíg kigyakorlatoztuk, hogy hogyan lehet lerakni a blokkokat, hogyan tudunk pont úgy spawnolni, hogy ő tudjon oda menni én ide, és amire meg tudtuk azt csinálni, hogy minél több csontot kitör, és tényleg jól nézzen ki ez az egész, és pont úgy legyen, és pont úgy jöjjön ki, hogy kell. Hát srácok, körülbelül egy másfél órát elszarakodtunk ezzel, szóval remélem, hogy tetszett nektek ez a bug, mert meg ez az egész, amit csináltunk, mert ezzel tényleg nagyon-nagyon sok munka volt, és egyébként azt kell még tudni, hogy a csontokat,
ugye minél több csontot sikerül kitörni, annál több fal robban ki egyszerre. Ez egy nagyon menő elprimós glitch egyébként. Tehát, ahogy láthattátok, nekem kirobbant egy jó adag fal, ahol a csontok már ki voltak törve. Viszont hogyha ugye több Jacky segítkezett volna, mondjuk, tehát több emberrel megbeszéljük ezt az egészet, akkor akár az egész csontokat is kitörhetük volna onnan mindenhonnan, és akkor nyilvánvalóan nagyobbat robbant volna, akár az összes falat is ott föl lehet robbantani. Úgyhogy ha gondjátok, akár haverotokkal, akár több haverotokkal próbáljátok ki, minél több csontot kitörtök, annál jobban fog kinézni az egész. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a glitch, mert tényleg ezen nagyon-nagyon sok munka volt, és nagyon sok energiát és időt fektettünk bele, úgyhogy végül is eléggé menő nézett ki, azt kell, hogy mondjam. Na de akkor nézzük is meg a következőt, mert ez sem lesz kevésbé menő. Na srácok, és akkor itt is vagyunk egy ilyen Daryl specifikus bugnak a bemutatásával. Ugye a múltkor mutattam egy olyan bugot, amikor is egy csak csontokból álló pályán Daryl rohadt hosszan tudott gurulni, sokkal hosszabban, mint az alapgurulási hosszúsága. És most pedig meg fogok mutatni nektek egy szintén rohadt jól kinéző dolgot, ami annyit jelent, hogy elindulunk Daryllel, és gurulunk, 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 és megálltunk. Miért álltunk meg? Nem gurult végig Daryl. És akkor nézzük meg, hogy meddig tud elgurulni Daryl. 3, 2, 1, és internetnek köszönhetem, picit várunk. És nézzük, gurul, 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 nem, eddig tud elgurulni, srácok, ez a maximum. Én azért megépítettem ott a pálya további részét is. Ez is mondjuk érdekes volt, hogy hát szarkupac így ide gurulgatott. Na de így viszont visszafele, hogy látjátok, már csak egy pályára gurulna. Hát a végéig onnan már elgurulsz, persze a közepéről, meg kb. A felénél álltunk meg. És egyébként már csak egyre lehetne átgurulni, csak a mellettem levőre tudnék átgurulni. Azért sikerült 3-at is gurulni alapvetően, mert a csontok ugye megnövelik a gurulásnak a hosszát, ahogy annál az egész pálya csak csontokból felépített bugnál is láthattátok. Úgyhogy igazából ezt is így gondoltuk egynek, ezt a deriles gurulást, de hát úgy gondoltam, hogy végig fog gurulni, sajnos ez nem sikerült, viszont attól függetlenül szerintem így is rohadt jól nézett ki ez a viszonylag hosszú deriles gurulás. A következő glitchet Gemgrabben az újfajta pályán kell megcsinálni, ahol is vannak ugye teleportok, mint tudhatjátok, ezekre lesz most szükség. És nézzétek srácok, hogy mit is tudok itt Jinnel, illetve egy ellenfél Max-el megoldani. Nézzük is, 3, 2, 1, és bum, átteleportáltunk, pedig még nem volt odahúzva hozzám teljesen a Max, hanem így félúton volt nagyjából, de már úgymond a kezeimben volt, úgyhogy hát ezt lassítva érdemes visszanézni, ahogy láthatjátok is, hogy mi is történt pontosan, illetve ha gondolod, még egyszer megpróbálhatjuk. 3, 2, 1, és bum, és visszateleportáltunk mind a ketten, srácok. Nagyon-nagyon epikus és tök menő dolgokat lehet szerintem majd Jinnel csinálni, amikor már be fog jönni ez az egész, hogyha esetleg ezt a bugot mondjuk nem javítják ki, de szerintem egyébként nagyon jól is néz ki, és hát kicsit fura is, ahogy így még félig meddig van csak odahúzva az ellenfél, de már átteleportálsz vele a másik oldalra. Úgy, lehet, hogy ezt javítani fogják egyébként, de szerintem elég menő glitch, hogyha gondoljátok, akkor még most ti is kipróbálhatjátok a haverjaitokkal, mert most még biztosan benne van a játékba, amikor ti ezt a videót nézitek. És hát srácok, igazából ez a glitch még egy módon, ez a Jinnes glitch még furább tud lenni. Eléggé fura tud lenni, maradjunk annyiba, és eléggé durva tud lenni, talán az egyik legdurvább a mai napon, mai videóban. Ez pedig nem lenne más, mint hogy Jin igazából fel kell töltsem az ultimat, ugye az előző módhoz hasonlóan, és aztán egy elég érdekes a dolgot kell majd megcsinálnunk, viszont ehhez vissza is számolok, ugyanis mind a kettőnek lesz itt dolga, nekem ugye az ultizás, viszont a kárnak is lesz feladata, úgyhogy 3, 2, várjál, akkor egyre csináljuk, jó? Rajt. Jó. 3, 2, 1, rajt. Jó, hát ez nem vált be. 3, 2, 1, rajt. Hát az átteleportálós glitch az megint megvolt, de nem erre számította. 1, rajt. Srácok, ez a glitch nem olyan könnyű, mint amennyire gondoltuk, bár nem is gondoltuk könnyűnek, de ennél azért arra számítottunk, hogy egyszerűbb lesz megcsinálni, úgyhogy hát még próbálkozunk egy kicsit, nem adjuk fel, hát ha jó lesz. 2, 1. Hol a gecsit? 2, 1. 1. 1. A few moments later. 3, 2,
1, és most gyerünk! És ott a vége, kb. A egynegyedének sikerül a pályán. És szét is tudtuk, nem. És szét is tört falakat, és szét is tört falakat. Igen, srácok, tudtuk. Mekkora ez a glitch, nagyon-nagyon nagy ez a glitch. Szóval még egyszer megpróbáljuk tökéletesen csinálni. Nem is kell gadget. De kell a gadget szerintem. Nem tudom most is. Ja, de akkor el csak azért kell, hogy amiatt látszjon, hogy hol húztalak át. De azért nyom meg, jó? 3, 2, 1, rajt. És ott van! Ott van bizony, elég sok hosszan húztalak át, akkor van még egy gecsited? Uh-huh. Akkor próbáljuk meg még egyszer, hogy még tökéletesebb legyen. 3, 2, 1. És nagyon menő, srácok, nagyon-nagyon menő. Ugyan nem az egész pályán húzza át, most bevágom én nektek azt a videót, amit néztem erről Redditen, amit találtam, hogy a magát a glitchet bemutató videót, hogy minek is kéne teljes mértékben történnie, hát így félig meddig megtörtént. És hát srácok, így a videó végére a kamera le is merült, úgyhogy ezért láthatok most egy picit más minőségben. Elég sokat próbálkoztunk ezekkel a glitchekkel, elég sok időt elvettek igazából az a helyzet, viszont a lényeg az, hogy a végére ez a Genes is sikerült, ennek nagyon-nagyon örülök, hogy végre összejött és be tudtuk mutatni igazából ezt a Gene Carlos glitchet, de hogyha igazából Carl-nak a gadgetjével nem szeretnénk nézni azt, hogy hol is húzzuk át az ellenfelet, akkor szerintem bárkivel tud ez működni, úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, mert azért elég sok munka volt a glitcheknek a megcsinálásában, hogyha így van, azt jelezzétek mindenféleképpen egy lájkkal felém, és hogyha esetlegesen ezren megcsapjátok a like gombot, akkor még lehet egy következő rész is, mert sokan írtatok az előbb is, hogy legyen következő rész, úgy gondoltam, hogy legyen, most viszont már mivel elég sok munka van vele, és eléggé, hát nem túl egyszerű feltétlenül összehozni egy ilyen részt, de nagyon szívesen csinálnám, viszont ezért úgy gondoltam, hogy akkor felmérem, hogy mennyi igény van rá, és hogy mennyien szeretnétek, hogy legyen még következő rész, úgyhogy ha ezren úgy gondoljátok, hogy megcsapjátok a lájkot, és legyen következő rész, akkor lesz még ilyen glitches videó a későbbiekben is. Remélem, hogy jól éreztetek magatokat, remélem, hogy tetszett nektek, nyugodtan próbáljátok ki a glitcheket a játékban, ha még benne vannak, ugye lehet, hogy szépen lassan javításra kerülnek majd, hogyha meg szeretnétek még hasonló brawlszatos tartalmakat nézni, akkor érdemes feliratkozni a csatornámra, és a csengőt is megnyomni a feliratkozás gomb mellett, és akkor találkozunk a következő videóban, küldjétek el haveroknak, ismerősöknek is, hogy ők is láthassák, hogy milyen glitchek vannak a játékban, és ők is kipróbálhassák. Várlak vissza titeket legközelebb is. Én Hunter voltam. Szevasztok!